Migrációval folytatjuk a ma reggelt. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet, azt mondják, Brüsszel migránsgettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Bosznia-Hercegovina és Románia. Nem csökken a Bosznia-Hercegovinára háruló migrációs nyomás. A balkáni útvonalon végig haladó migránsok jelentős része az országon keresztül jutva akar bejutni az Európai Unióba. A fővárosban feltorlódott több száz migráns között egyre gyakoribbak az összetűzések. Közben az ország külső határain is sorozatosak a be- és kijutni próbáló migránsok próbálkozásai. Tóth Diánához kapcsolunk, ő mondja a részleteket. Ugye ti folyamatosan követitek a boszniai helyzetet is. Mit tapasztaltok, mi zajlik most a szarajevói migránsok között, illetve milyen nehézségek, milyen feladatok hárulnak a hatóságokra? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves tévénézőket. Az elmúlt hetekben főként a fővárosban szaporodtak meg az illegális bevándorlókhoz köthető rendbontások és bűncselekmények Boszniában. 10 napja egy 35 és egy 27 éves szíriai migráns tartóztattak le a hatóságok. Ők ketten a gyanú szerint fogva tartottak egy 19 éves egyiptomi születésű bevándorlót. Bizarnak hangzik, hogy a migránsok túlszul ejtik egymást, ám az azonban mégsem számít egyedinek ez az eset, ugyanis korábban is volt példa arra, hogy váltságdíj reményében erőszakkal tartottak fogva migránsokat különböző, úgyszintén illegális bevándorlókból álló bandatagok. Az év elején a horvát határ közelében fogtak el egy hasonló bandát, ők kizsákmányolták és szexuális szolgáltatásokra kényszerítették az áldozataikat. A most elkapott két szír elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezték, és a nyomozást követően eljárás fog indulni ellenük. Mindössze egy nappal később egy 26 éves marokkói migráns verekedett össze egy afgánnal. A verekedésben az afgán migráns könnyebb testi sérüléseket szenvedett, a marokkóit viszont úgyszintén letartóztatták a hatóságok. Szarajevóban a migránstábor környékét is ellepték az újonnan érkező migránscsoportok. A közelben lakók szerint gyakran előfordul, hogy százas csoportok esnek egymásnak a környéken, és meg vannak győződve arról is, hogy többüknek fegyvere is van. Az embercsempészek azok, akik tulajdonképpen visszavonzák Szarajevóba még azokat is, akik már próbálkoztak a horvát határnál, de nem jutottak át rajta. A héten a migráns központban is tartottak egy akciót a rendőrök, teljesen átkutatták az épület és a migránsokat is. 30 olyan migráns találtak, akik engedély nélkül tartózkodtak a táborban. Ezen felül több hidegfegyvert és tiltott támadásra alkalmas különböző eszközöket, tárgyakat is elkoboztak a migránsoktól. Ami viszont a határokat illeti, csütörtökön a horvát határtól nem messze egy török, egy iraki és egy palesztin migránst kaptak el a határrendészek. Ők 31 migránst akartak kicsempészni Boszniából, vagyis átjuttatni Horvátországba. A szerb-boszniai határnál pedig egy bosnyák illető bukott le, aki indiai migránsokat akart csónakkal átjuttatni a két ország között húzódó Drina folyón. A csempészeket az ügyészség fogja a felelősségre vonni, a migránsokat pedig mindkét esetben átadták az illetékeseknek. Romániával folytatjuk, ahol a héten tette közzé féléves mérlegét a bevándorlási hivatal. A migrációs nyomás növekedésére utal, hogy több határsértő toloncoltak ki a hatóságok, mint tavaly az első 6 hónapban. A részletekért Baranyi Lászlóhoz kapcsolunk Bukarestbe. Mit mondanak a számok, mekkora migrációs nyomás nehezedik most Romániára, illetve mit tudnak tenni a hatóságok, mennyi feladatot ad ez nekik mind a legális, mind az illegális migráció tekintetében? Jó reggelt kívánok! Valóban a kitoloncoltak száma szemlélteti talán a legjobban, hogy idén sem csökkent, sőt további 10%-kal emelkedett a román-magyar határa nehezedő migrációs nyomás.
A statisztikában szereplő külföldieket ugyanis azért toloncolták ki, mert határsértésen érték őket, túlnyomó többségüket a magyar-román határon. Kitoloncolásról és nem kiutasításról van szó, tehát a féléves mérlegben jelzett 700 határsértő rendőri őrizet alatt hagyta el az ország területét. Bár a kitoloncolásukra fordított rendészeti erőforrás is sokba kerül, még mindig olcsóbb, mintha a bíróság elé állítanák őket határsértésért, arról nem is beszélve, hogy egy elhúzódó bűnvádi eljárás alatt vélhetően újra megpróbálnának átszökni a határon. Persze a kitoloncolás is olykor elhúzódik, a bűnözésen ért külföldieket pedig arra az időre őrizeti központokban kell elhelyezni. Az első fél évben 500 határsértő került a magyar határ melletti újpanádi vagy a Bukarest melletti otopényi őrizeti központba. A kitoloncoltak között a legtöbb bangladesi, sri lankai, pakisztáni és nepáli bevándorló, vagyis ugyanazon országok állampolgárai, ahonnan a külföldi vendégmunkások zöme is érkezik Romániába. Az idegenrendészet az idei első fél évben mintegy 62 ezer romániai tartózkodási engedélyt bocsátott ki. Közleményük szerint ezzel elősegítették a törvényesen érkező külföldiek beilleszkedését. A krónikus munkaerő hiánnyal küzdő Románia egyébként immár harmadik éve 100 ezer új bevándorlót fogad évente, ami ugyancsak nagy teher a hivatal számára. A beilleszkedésről szóló megállapításuknak csak az a szépséghibája, hogy az ázsiai és afrikai bevándorlók jelentős része nem akar itt munkát vállalni. A román vízumot csak dobbantónak használja, hogy Magyarországon keresztül nyugatra szökhessen. A tavalyi év azonos időszakához képest csaknem ötödére 1300-ra csökkent a külföldiek által benyújtott menedékkérelmek száma. Közülük a legtöbben Szíriából, Nepálból és Bangladesből jöttek. Közben folyamatosan érkeznek újabb rendőrségi közlemények további határsértésekről. Pénteken a román-magyar határ legforgalmasabb Nagylaki átkelőjénél egy teherautó szerszámos ládájában megbújva négy szíriai migráns próbált Magyarországra szökni. A lengyel rendszámú kamiont egy török sofőr vezette, úti céljuk pedig Franciaország volt. De csütörtökön az ország belsejében, itt a Bukarest melletti Cornetu településen is migránsokat fedeztek fel a rendőrök, akiket egy teherautó vezetőfülkéjében bújtatott el a sofőr. Négy szíriai és egy török állampolgárról van szó, akik semmilyen iratot nem tudtak felmutatni arról, hogyan kerültek az ország területére. Kiderült, hogy 3 nappal ezelőtt hagyták el Törökországot, majd Románián keresztül akartak illegálisan Németországba jutni. Tóth Diannának és Baranyi Lászlónak köszönjük!